Sziasztok! Nem volt a csatornán mit kaptam karácsonyra videó, mert nem lett volna értelme, hogy őszinte legyek. Viszont az öcsémtől kaptam úgymond ajándékba, hogy rendelhettem magamnak egy pár darab könyvet. Volt már ilyen könyves haul, eddig egy darab. Remélem, hogy ez a videó is tetszik nektek, hogy ez a típusú videó, jobban mondva. Megint a Booklányról rendeltem, és igen, volt egy nagyon jó akciójuk. Azt hiszem, hogy 3-at fizet, plusz 1-et kap. Bizonyos könyvekre volt ugye ez lebontva. És így rendeltem összesen 8 darab könyvet, amiből 6-ot kellett kifizetnem, úgyhogy öröm és boldogság van, és egy kicsit tovább tartott a feldolgozás, de ezzel nem volt semmi probléma. A kiszállítás az megint nagyon-nagyon gyors volt, szóval Mihály is megkaptam az e-mailt, hogy át lett adva a csomagom a futárszolgálatnak, 2 nappal később már itt volt Németországban a csomag, úgyhogy igen, nagyon szuper. És itt van maga a csomag, már felbontottam, és akkor megmutatom nektek, hogy tulajdonképpen milyen könyveket is rendeltem meg. Itt van először is egy kutya bakancslistája, 4 lábú társam igaz története. Az írókat, akiket tudom, hogy hogy kell kiejteni őket így, megemlítem, Lauren Fern Watt, az írónő. Én szeretem az ilyen állatokkal kapcsolatos történeteket. Elvileg azt olvastam róla, hogy ez egy sírós könyv, majd meglátjuk minden esetre. Nagyon várom, hogy elolvassam. Margaret Atwoodtól rendeltem megint egy regényt, ugye az első ilyen videóban a Szolgálólány meséjét rendeltem meg tőle, most pedig az Alias Grace-t, aminek az az érdekessége, hogy sorozatban már láttam a Netflixen, és sorozatban nekem nagyon-nagyon tetszett. Remélem, hogy a könyv is tetszeni fog. A Szolgálólány meséje engem annyira nem vett le a lábamról, viszont ott a sorozatot szeretném megnézni, mert azt hallottam, hogy az jobb, mint a könyv. Minden esetre remélem, hogy itt ebben az esetben van a könyv ugyanolyan jó, mint a sorozat volt. Igen, hoppá. Aztán van itt egy kétrészes sorozat, hogyha lehet ilyenről beszélni, méghozzá a Rózi projekt, észszerű szerelem, és ennek a folytatása a Rózi update. Ez egy nem hétköznapi szerelmi történet elvileg, vagy hát egy Asperger-szindrómás, igen. Asperger-szindrómás furcsa, kicsit ilyen, nem is tudom, hogy mi a legjobb, csodabogár a legjobb jelző szerintem a főszereplőre, aki eldönti, hogy már pedig ő neki lesz egy társa, és ezen az úton követhetjük végig az első részben. A második részben pedig azt hiszem, hogy már megvan a társa, és itt pedig, igen, a trónörökös érkezik majd. Sok jót hallottam erről a könyvről, vagy hát ezekről a könyvekről, remélem, hogy tetszeni fog. Aztán én, amikor tehetem, akkor szívesen olvasok LMBTQ témában íródott könyveket, és Becky Albertalli-től rendeltem meg a Simon és a Homo Sapiens Lobby című könyvét, ami számomra azért fontos és azért érdekes ezzel a témával is foglalkozni, mert szerintem nagyon sokakat érint, és a könyv főszereplője is olyan korban van, amikor ugye tínédzserkorban van, amikor saját maga is nehezen jön ki az érzéseivel, vagy hát az ember saját maga is nehezen jön ki az érzéseivel, hát még akkor szembesülni vele, hogy esetleg az azonos nemű emberekhez vonzódunk, és fontosnak tartom ezt a témát, ezért rendeltem meg ezt a könyvet, és erről majd mindenképpen szeretnék könyvajánlót is készíteni. Aztán, jaj, megrendeltem a Lagom, a Boldogság svéd titka című könyvet. A Hygge, a dán életérzés, nem tudom, hogy mi a pontos neve, azt a könyvet az előző ilyen holban láthattátok, és úgy voltam vele, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy a svédek mit tudnak még ehhez hozzátenni. Hogyha érdekeltiteket, akkor erről a két könyvről egy ilyen kicsit mondhatni összehasonlító könyvajánlót gondoltam, hogy majd készítek, természetesen, hogyha van rá igény. Van itt még Homonnai Gergelytől az Elnök asszony, a Puszi Erzsit szintén az előző könyves holban láthattátok, és tudtam, hogy mindenképpen meg kell vennem a második részét is, vagy hát a következő könyvet is.
Erzsébet fenevadova, nem is tudom, nem tudom, hogy mit lehet ehhez hozzáfűzni. Imádom. Az első könyvön, a Puszi Erzsin, tényleg hangosan röhögtem. Remélem, hogy ez is hasonló élményt fog majd nyújtani. És az utolsó könyv, amit rendeltem, Jandy Nelsontól, a Neked adom a napot című könyv, ami egy ikerpár története, és ezt tulajdonképpen azért rendeltem meg, mert a testvéri kapcsolat az én életemben is egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be, és igen, egyszerűen kíváncsi voltam erre a könyvre. Meglátjuk, hogyha szeretnétek valamiről biztosan könyvajánlót, akkor azt ne tartsátok magatokban, írjátok meg nyugodtan. Tudom, hogy ezek a könyvajánlók nem szoktak olyan nézettséget kapni, mint a többi videóm, viszont nem szeretnék lemondani róluk, mert engem szórakoztat, és remélem, hogy köztetek is van olyan, aki szintén élvezettel szokta ezeket a videókat is megnézni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hogyha van ezekkel a könyvekkel kapcsolatban már élményetek, akkor azt nyugodtan megoszthatjátok velem, illetve nyugodtan ajánlhattok egyéb könyveket is, mert fogok még rendelni. És további szép napot kívánok nektek, legyetek jók, sziasztok!